Sziasztok, véreim! Üdvözlök mindenkit! Óriási! Életbeni problémák vannak. Nem tudom, lehet, hogy egyébként... Mondjuk nem rossz, ez az L-es méret, ez egész jó nekem. Azt kell, hogy mondjam, még egy 10 kilót ledurrantok, srácok. Azt akkor valódi vika leszek. Nadrágomat azt ugye focis videóban már láttátok. A srácok ugye az előző videóban beszéltünk arról, hogy most ebben a videóban ezekről kell beszéljek. Ezekről a termékekről, hát srácok, egy nagyon jó hírem van, számomra egy nagyon jó hír, és most őszintén fogunk erről az egészről beszélni, jó? Mert én úgy gondolom, hogy nélkületek nem lennék itt ahol, és ezért én úgy gondolom, hogy minden dolgot, amit lehet, azt megosztok veletek, így erről az együttműködésről, és beszélni fogok, amit egyébként a Sport 36 Zeusszal kötöttem, ugye azt korábban már láthattátok, hogy a Sport 36-tól mi kaptunk Zeus mezt azért, hogy a focis videókban ezekben legyünk, és nagyon úgy néz ki, hogy ez egy komolyabb dolog lesz, mert egy ilyen úgymond fizetett együttműködést kötök most a Sport 36-tal. Úgymond meg is történt már ez az egész, de még nincs minden lekonkrétizálva. Az biztos, hogy nagyon sok terméket kaptunk első körben tőlük, amik reklám céljából lesznek itt nálunk, tehát a videók nagy részében ez meg is lesz jelenítve. Szóval igen, amikor Zeus terméket fogtok ti látni, vagy Sport 36-os cuccot a videóban, az bizony reklám lesz. Én megmondom azt is őszintén, srácok, mert tényleg nélkületek nem lennék itt, hogy én ezért pénzt nem kapok, én ezért termékeket kapok, és 100%-ban olyan termékeket, amiket a videóban meg tudunk jeleníteni, amivel tudunk fejlődni mi is, és ami úgymond feldobhatja a videót. Egy egyenöltözék, vagy tényleg valami olyan dolog, amivel úgymond a csatorna fejlődését tudjuk biztosítani. Szóval én nem azért reklámozok, hogy én ebből éljek meg, hanem jól néz ki. A másik az, hogy talán komolyabbnak is tűnik így maga a csatorna, és úgy gondolom, hogy ezek a termékek, amit kaptunk, ezek mind nekünk elősegítik azt, hogy jobb felszerelésben tudjuk csinálni azt, amit szeretnénk. Na most nézzük azt meg, hogy miket kaptunk. Háromféle focilabdát kaptunk. A Zeusnak a Tuno Pro verziója. Ez a legdrágább labdájuk egyébként, én úgy tudom, és ez a legjobb minőség, ha minden igaz. Egy Zeus Tunót. Hát ez egy ilyen elvileg a leggyengébb minőségű labda, meg fogjuk nézni ezt is, hogy milyen. Ebből kaptam egyébként 2 darabot, ami azt jelenti, srácok, hogy az egyiket azt meg lehet nyerni. Ezt köztetek fogom kisorsolni, majd a videó végén beszélünk arról is, hogy lehet megnyerni ezt az Zeus Tuno focilabdát. És van egy ilyen Tuno Steel, ez egy ilyen, hát szerintem egy ilyen tréning labdaszerűség, ez a közepe. Szóval van az alapverzió, a pro verzió, meg egy speed verzió, és ez a speed verzió a középső, a pro a legjobb, a sima Tuno az pedig egy ilyen olcsóbbi kategória. Ezt a 3 labdát kaptuk mi, vagy 3 félét, 4 labdát, az egyik a tiétek lesz, és a labdákról lesz egy ilyen teszt videó, megnézzük, hogy a 3 labda között mi találunk-e különbséget. Kaptunk baseball sapkát. Az Ádám és a Szabinak is adok egyébként a termékekből, hogy mindenki úgymond jól nézzen ki. Kaptunk szemüveget, napszemüveg, srácok. A napszemüveget én már régóta használom, szóval nekem van egy ugyanilyen színű napszemüvegem. Az a durva napszemüvegben, hogy UV400-as védelem, ami nem tudom, hogy mennyire jó, mennyire rossz, az biztos, hogy a napszemüveg az nagyon komoly, mert én régebb óta használom, és hogyha autóval is megyek, én általában akkor szoktam napszemüveget hordani, meg nyáron, hogyha süt a nap, olyan, mintha élesebben látnád be a napszemüvegbe, olyan, mintha tényleg ilyen mondjuk dioptriás lenne, pedig én nem vagyok szemüveges,
de olyan, mintha élesebben látnék a szemüvegbe. Ugye a színeket egyértelműen erősíti, szóval sokkal szebbek a színek benne, de tényleg olyan, mintha ha élesebben látnék ezekbe a szemüvegekbe. Nem akarok senkire rá tukmálni semmit, a ti dolgotok, hogy rendeltek ilyet, nem rendeltek ilyet. Én azt mondom, hogy a szemüveg az tényleg nagyon jó. Kaptam egy ilyen maszkot is. Sál, maszk, futni, meg mindenre gondolom jó. Ezt így megnyomod. Elismerek majd valamikor futni benne, a jövő évi célom az úgyis az, hogy fussak is egy picit. A foci mellett. Ez így védi a fület, gondolom a szádat is valamennyire, nyakat. Úgyhogy kaptam egy ilyen maszkot, ebből csak egy darab van, úgyhogy ezt én fogom használni. Kaptam. Na mi van kincsen? Na te, hát ti hogy felébredtél 11 órakor? Ha? Babám. Tudod, mit csinálok? Mi? Videózok. Na te is benne lesz a videóban most? Jó, van, akkor gyere, akkor kapsz egy ilyen sapkát te is. Kaptam egy ilyen labdafogóhálót, vagy labda összeszedő hálót, ezekbe kell belerakni a labdákat. Ilyenre is szükségünk volt egyébként már régóta, mert több labdánk volt, aztán mindig egyesével kellett cipelni, és meg tudjuk oldani azt, hogy belerakjuk egy ilyen hálóba. Kaptunk téli sapkákat, háromfajta színbe, ilyen zöld, ez egy ilyen fossárga. Flóra is egyébként szeret itt bontogatni. Úgy. Szóval kaptunk ilyen sapit is. Egyébként ezek kifordítható sapkák, a belseje fekete. Ezt a cuccot szerintem itt le kell vágni. És mindjárt nincsen. És akkor ilyen akkor fekete a sapka. Szerintem így is vagány egyébként. Akkor van itt fekete póló, gyerekek. Van feketében is ugyanilyen Zeus-os póló, Slady dobóval. Erről a fizetett együttműködésről annyit szeretném még elmondani, srácok, hogy lehet majd vásárolni Slady-s termékeket, póló, pulcsi, bögre, maszkot, melegítőt szerintem ezeket. Hát kulacsot azt nem lehet. Szóval lehet majd vásárolni ilyeneket, hogyha lesz konkrét információ mindenről, akkor értesíteni foglak titeket róla, hogyha esetleg kell valakinek. Aztán kaptunk ilyen maszkot, mert ugye ez elengedhetetlen. Mindjárt. Ugye a mai világban maszk elengedhetetlen, egyik felén Slady. Egyik felén ilyen Slady felirat van, a másik oldalon pedig a Sport 36-nak a logója. Kaptunk egy ilyen kulacs, tartott kulacsokkal, 6 darab kulacs van. Valószínűleg ezek a focipályán egyébként mindig meg lesznek jelenítve, mert egyik az, hogy jól néz ki, a másik az, hogy tényleg termékeket kell bemutatnunk, a harmadik meg az, hogy az a hidratálás. Hidratálás a legfontosabb a sportban. És még egy termékem van, egy ilyen Molinónak nevezett dolog ez. Ez itt jelzi a Sport 36-ot, és ott a bal oldalt lenne a sarokban az, hogy a Slady YouTube közös együttműködés, köszönöm kincsem, ami reméljük, hogy hosszú távú lesz, és reméljük, hogy jól fog működni. Ezt a Molinót, ezt itt majd mögöttem a falon láthatjátok, mert ez ide lesz kirakva, és ott ilyen beszélgetés videó lesz, akkor általában ezt fogjátok itt látni mögöttem. Én tényleg nem meggazdagodni akarok a YouTube-ból. Én örülök annak, hogy a Sport 36-tal létrejött ez az egész, és hogy ilyen minőségi termékeket tudnak nekünk felajánlani. Úgyhogy nagyon köszönöm minden is nekik, hogy létrejött ez az egész. És remélem, hogy ti is örültök. A Slady-s termékekről még annyit, hogy most tényleg már ott tartunk 90%-ban, hogy lesznek és tudtok vásárolni ilyet. És remélem, hogy keresni fogjátok ezeket majd. Úgyhogy még annyit szeretnék elmondani erről a labdáról, amit megnyerhettek, srácok. Csinálok egy rövid videót vagy képet az Instagramra. Felmentek az Instagramra, kirakom ide. Az én Instagramomat bekövetitek, a Sport 36 Instagramját bekövetitek. A kép alá bejelöltök, ahol a labda lesz, ott a kép alá jelöljétek be három barátotokat az Instagramon, akit szeretnétek, hogy megnyerje a labdát,
és még karácsony előtt kisorsolom ezt a labdát. Szóval 23-a, 24-a környékén fogom sorsolni ezt a labdát, és úgy lehet megnyerni. Insta postba, vagy egy Insta storyba, vagy egy YouTube videóba lesz a nyertes kihirdetve, úgyhogy kövessetek a platformokon, nézzétek az elkövetkezendő videókat, ott 23-a környékén főleg, ha lesz videó, nézzétek végig, vagy az Insta storykat, vagy a posztokat nézzétek meg, mert nem tudhatjátok, hogy hol lesz a nyertes neve megemlítve. Srácok, tetszett a videó, mindenféleképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel, kommentbe írjátok meg, hogy örültek-e annak, hogy lesznek Slade-is termékek, és hogy mit szóltok ehhez az együttműködéshez, mert érdekel a véleményeteket mindenféleképpen. Örültök neki, nem? Tényleg a véleményeteket erről az egészről írjátok meg. Találkozunk a következő videóban. Én Slade voltam. Én meg Póni. Sziasztok!